Szombaton az NB1-ben Újpest Ferencváros futball derbi a Lilák 2014 őszén győztek utoljára a Megyeri úton a Zöldek ellen. A mérkőzésre két olyan korábbi újpesti focistával hangolunk, akik belekerültek a szurkolók által megszavazott elmúlt 30 év állomcsapatába, ma pedig edzők, Erős Károly és Weber György a vendégeink. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Kezdjük a derbivel, abban megegyezhetünk, hát nem tudom, hogy újpestiekkel meg lehet -e egyezni, hogy elvileg papíron nem a az esélyesei ennek a találkozónak bocsánat, magamhoz ragadom. Nem. Nem egyezhetünk nem. Meg. nem egyezhetünk meg, ez soha nem volt így. Beszéljünk erről a 30 évről, de előtte is. Tehát bármilyen állapotban volt bármelyik csapat, akár top formában az egyik, és nagyon rossz formában a másik, rengeteg borult ez a úgymond papírformának mondott dolog. Ezen a mérkőzésen nem beszélhetünk, itt napi vagy pillanatnyi forma fog dönteni, úgy gondolom különösen most, amikor annyira kiegyensúlyozott ez a 12 csapatos mezőny, hogy azért olyan nagy különbségek nincsenek, még ha kellenének is lenni tulajdonképpen a lehetőségeket figyelembe véve. Majd az anyagiakat. Hát, és igen. még sincsenek. Úgyhogy ez a mérkőzés abszolút, úgy gondolom, hogy három esélyes, tehát itt bármi történhet, mint mindig. Tehát a derbi örök nyíltsága a hazai pálya mellett, az mindenképpen a lilák mellett szól jelen pillanatban. Most. Igen, ez így van, és soha nem számított, hogy mi volt előtte. Ez egy mérkőzés, itt csak a győzelem, úgyhogy ez már régen is úgy volt, hogy egész héten szinte megkettőzött erővel készültünk, és vártok ezt a mérkőzést. Szerintem egy labdarúgónak ezért érdemes futballozni egy ilyen mérkőzésre, amikor minden adva van ahhoz, hogy egy jó meccset lehessen játszani, szurkolok, nagy nyomás, és ebből én azt gondolom, hogy ilyenkor a játékosok még több energiát tudnak mozgósítani, és hát bízunk benne, hogy egy jó mérkőzés lesz. Természetesen a nyomás mindkét csapaton ott van, és hát az nagyon fontos, hogy melyik viseli majd jobban, de még egyszer mondom, hogy csak a győzelem számít ilyenkor. Akkor abban egyezhetünk meg, hogy a statisztika lehet, hogy játszik gyakran a futballban, de Újpest Fradin nem szokott játszani. Így van, sokszor borult, sokszor borult, tényleg nagyon sok olyan mérkőzésre emlékszem, hogy favoritok voltunk, sima vereség, aztán szanszunk nem volt, sima győzelem, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy kiszámíthatatlan, pont ez a varázsa is talán tulajdonképpen. Karcsit most említette ez, hogy a héten mindenki kettőzött, ezt már szerintem egy kicsit túl van misztifikálva, ezeken a mérkőzéseken ez természetes volt, hogy azon a héten szurkoló, játékos, tényleg felfokozott állapotban készült. A két csapat között 13 pont a különbség, tudásban mekkora, ha már szóba hoztad ezt, a anyagi lehetőségek és egyébként játékbeli és tudásbeli különbségek a mezőnyben általában, de most ezt nézzük a, a két rivális vonatkozásában. Hát én azt gondolom, hogy a legkisebb különbség majd a pályán lesz, mert azért a Ferencvárosnak minőségi játékosai vannak, és én azért nagyon bízom abban, hogy az Újpest rövid időn belül tudja követni ezt, mert egy újpestnek ott a helye, hogy játékos állományba is felvegye a versenyt a Ferencvárossal, de a legkisebb különbség a pályán lesz. Én azt érzem, hogy ilyenkor a nőanszok fogják eldönteni a mérkőzést, és hogy az utóbbi időben is mindig volt az utolsó pillatokba csavar, ami időnkben is volt az, hogy 90 perc után nyertünk, sőt, 94. és 96. percben lőtt góllal az Üllői úton 2-1-re, tehát mindig van benne csavar, mindig van olyan forgatókönyv, ami, ami nincs előre tervezve, úgyhogy... Gyuri, mi van e mögött, a 13 pont mögött szerinted, hogyha alaposabban megkapargatjuk? Hát tulajdonképpen a, ugye a lehetőségek, most itt az anyagi, most nyilván közrejátszik, hogy a Ferencváros kerete Szerintem három kezdő csapatot biztos fel tudnának állítani, tehát jóval 30 fölött van. Talán még a bőség zavarával is küzdenek. Az Újpest pedig egy nagyon szűk kerettel dolgozik, tehát igazából egy 14-15 fős olyan mag van, amelyik igazán számottevő játék tud fölvinni a pályára. És ez hosszú távon azért jelentkezik, mert a, sajnos a, a miéinknek voltak elég hektikus időszakai, rengeteg döntetlen, váratlan vereségek. A Fradi valahol kiegyensúlyozottabban szerepelt, szerintem ennek betudhatóan, hogy jóval hosszabb a, a, kerete, ami most a télen tovább erősödött, a miénk pedig nem, gyakorlatilag nem nagyon volt érkező az elmúlt hét Hát az az, történt, ami a a két, az, hogy a játékos be. még, hát az nyilván időket, tehát hip-hop az nem úgy van, hogy akkor jöttünk szerdán, és szombaton majd a Fradi ellen megváltjuk a világot, bár előfordulhat, de igazából itt látszik annyi azért a különbség, hogy jóval, jóval nagyobb a merítési lehetőség a Fradi edzőjének. Az elmúlt 30 év szurkolók által összeállított csapata megvernie a Fradi hasonló gárdáját? Hát 5 óra. Ja, a Fradi hasonló, bocsánat, a mai Fradig ragond. A mai Fradi azt megverni az lóra? Azt sem már. a, és a, a, a régiektől a tisztelet beszélve, nem, az nem, hát ott ugyanaz történne, ha a Ferencváros elmúlt 30 év csapatát, hogy kiszámíthatatlan lenne. Tehát tényleg a legnemesebb ellenfelek, ők voltak nagyszerű, hát ott is nagyszerű csapatot volt Volt is talán a Megyeri úton, nem? Az 90-ben volt, igen, az egy felejthetetlen. Én azt átéltem a nem? de volt más is. Arra is azt tudnám mondani, hogy egy nagyszerű időutazás lenne, jó lenne. Én azt hallottam, nem hivatalos hírből, hogy ennek a szavazásnak lett volna egy olyan végtermék, hogy a megszavazott csapat valamiféle mérkőzést játszik, vagy legalábbis megmutatja magát, de hát bekerültek olyan játékosok, akiket nem szívesen látta. Újpest vezetés, ez így döbbenet, ez a fél hivatalos információ. Ki, ez kikről van szó? Ez, ez, ezért, 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 akik a mostani vezetés szemében valamilyen oknál fogva szákák, és ezért nem lesz semmiféle ilyen gálamérkőzés. Tehát a nem, nem, nem megfelelő szurkolói csapatösszállítás eredményeképpen. De kik, ők? kik azok, akiket így kezel az újpesti vezetés? Mondjuk Karcs, te itt ülsz, és van rajtad egy régi újpesti mez, és azon van egy olyan cím, amit a mostani vezetés nem kedvel. Hát ez így van. Én azért is jöttem ebbe, mert én azt gondolom, hogy ez, ez most is így van, ezután is így lesz, meg ezelőtt is így volt. Úgyhogy még itt visszatérve arra, hogy ugye itt több olyan játékossal volt problémája a Belgauri embernek, akiknek a szerződésével volt probléma. Most nem szeretnék nevesítani, mert nem az én tisztem. Maga a jelenség én azt gondolom, hogy ez magyar részről is elfogadhatatlan, hogy egy, hogy egy ilyen megtörténhet, hogy akik rengeteget tettek az újpestért, hogy, hogy nem kívánatos személyek, például nem játszhatnak akár egy öreg fiúkba. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez nem fordulhatna elő. Hát ez eléggé furcsa helyzet. Látva a legek államcsapatát, azt nézzük, hogy a lilafehér drukkerek mit tartanak a legfontosabbnak. Mit tükröz ilyen szempontból ez a, ez a csapat és ezek a nevek? Nézd, ez egy olyan dolog, ez lehet objektív és szubjektív 30 évet fogott át ez a szavazás. Gyakorlatilag ugye volt egy lista abban azért minden számot tevő országban posztonként tudomásom szerint nagyon sokan szavaztak, rengetegen, úgyhogy ebben megmutatkozott minden. Most ülünk itt, hagyd beszéljek mondjuk kettőnkről. Én a egész pályafutásomat, amíg a törésem után már nem kellettem, az Újpest színeiben játszottam. 11 évet, nagyon sok mérkőzést, úgy gondolom ez nyomot hagyott a szurkolókba. A Karcsi, akinek egyébként még edzője is voltam a Gézával karöltve, aki meg a, a csapat edzője ja, edző, lett. Még humorizáltam is, hogy valamilyen szinten még a csapatban is vagyok, meg a kispadon is. Még a stábról nem is volt szavazás. Parcsinak pedig valószínűleg a játékstílusa, az a, az a hallatlan győzni akarás, a soha föl nem adom, és, és ez megmaradhatott a szurkolókba. De egyébként, meg hát helyek közel, ez egy olyan borzasztó nehéz dolog. Tegnap engem megkért egy sportújság, hogy én az általam velem együtt játszott 30 év, és mondtam, hogy négy csapatot tudnék sorolni. Mondtam egyet, és a teljes igénye nélkül nagyon nehéz helyzetben voltam. Mert tényleg olyan veretes múltja van ennek a klubnak, hogy nagyon nehéz választani. Éppen ezért érzem én azt, hogy bárhogy is alakult ez, ezzel, aki ebbe a klubba futballozott, szerintem meg van koronázva a pályafutása. Díjakat lehet nyerni, titulusokat lehet nyerni, de a szurkolók szeretete, azt gondolom, ilyenfajta megnyilvánulással beteljesíti ezt az egész dolgot. Különös talán, hogy egyetlen légiós, az azóta már ugye a Laligában alapember, Enis Bárdi fért oda ebbe az örök lila keretbe. Ez súlyos kritika hazai játékos politikának? Mit gondoltak? Hát, nem, nem hiszem. Tehát uh, először uh, annyit szeretnék még, hogy mondani, hogy, a, hogy ez egy óriási megtiszteltetés nekem, hogy most akár uh, ilyen egyéniségekkel is, mint a Gyuri is, hogy, uh, hogy egy uh, csapatba tudtam lenni. Tehát uh, rengeteg, és inkább én ezt mondanám, hogy rengeteg egyéniség. Ott azt végignézzük azt a listát, ott az mind-mind az egyéniség volt, egy, egy játékos profil, akik. Uh, megtestesítették az Újpestet, és sokat tettek az Újpestér. Tehát én mindenféleképpen azt megemlíteném, hogy a mi időszakunkban azért elég sokszor volt nehézség, anyagi nehézség, és mi ezeken felülkerekedve és mindig a bajnoki címért játszottunk, szívvel, lélekkel, tehát nem azt néztük, hogy van pénz, nincs pénz, kimentünk a pályára, aztán mindent megtettünk az Újpest győzelemért, és lehet, hogy ez anyagilag idéző elben nem hozott nekünk annyit, de megértem, mert azt a szeretetet, meg azért ez, ez a szavazás is látja, hogy azért a szurkolók ezt nagyon-nagyon díjazták. És nekem ez egy nagy megtiszteltetés, és még annyit szeretnék, hogy rengeteg játékos lehetne itt. És amit látok, hogy ez, ezek az egyéniségek, ahol most azt végignézzük azt a listát, az, az minden, mindegyik egyéniség volt a posztján, én ezt kihalófélben látom. a a magyar labdarúgásban, tehát az utánpótlásban is egyre kevesebb az egyéniség. Végül, Gyuri, te, ahogy erre már tettél, utalás Mészvégé, a a pályaedzője voltál, de Várhidi Péterrel lettél bajnok, az a csapattal, aminek Nagy László tette le az alapjait, Garomi József is volt a mestered. Szóval, hogyha azt őszre hogy, hogy ki a te első számú újpesti edződ, és miért ő, akkor erre mi a válaszod? Nagy László. Ő mindent megtestesített még mondanám, hogy volt Kovács Ferenc, edző legenda, Varga István, Görögy János, de igazából a nagylaci Laci mindent. Tehát, hogyha egy játékos visszagondol, és én nagyon sokszor ugye későbbiekben az edzősködtem, hogy honnan meríthetnék a legtöbbet az ő munkásságából, mind szakmailag, mind pedagógiailag, és hát ugye a 98-as csapat az utolsó, 20, -20 éve, most már 21-ig beléptünk, hogy az Újpest nem nyert bajnokságot, annak valóban az alapjait, annak az egész játékstílusát a Laci kezdte el építeni, ő tette le. Úgyhogy én nálam, ugye a Várhidi Péter fejezte be ezt a munkát, a Laci mindig ott van, hogy a, ő, ő, is magyar bajnok edző, bár hivatalosan nem adatott meg neki. Tehát mondom, nagyszerű edzőim voltak és zseniális nevek de a Laci valahogy szerintem játékos múltja mindenben. Igen, mondtál Nekem valakit, személy, aki szimbolikusan minden benne van. Én őrá szavaztam és a mai napig őt tartom az én legjobb edzőmnek. Uraim, én azt kívánom, hogy egyszer álljon helyre a rend és a harmónia játékosok és klub és között minden tekintetben Újpesten. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.